Áll a bál, függetlenként újrázna Marosvásárhely regnáló polgármestere, a DNA azonban bűnvádi eljárást indított ellene. Mikó ügy. Újra tárgyalja a restitúciós bizottság a Sepsiszentgyörgyi kollégium visszaszolgáltatási kérvényét. Olimpiáz. Arad volt a házigazdája a Mikeskelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny országos szakaszának. Köszöntöm Önöket, az Erdély Magyar Televízió híradóját látják. Újabb mandátumért indul, jelentette be ma Dorin Flória, Marosvásárhely polgármestere, néhány perccel később csúszópénz elfogadásának gyanújával a DNA bűnvádi eljárást indította a városvezető ellen. Amint az tegnapi híradónkban megbízható forrásokra alapozva közöltük, Dorin Flória elhatározta, hogy ötödször is megpályázza Marosvásárhely polgármesteri tisztségét, szándékát ma hivatalossá is tette a városvezető. Röviden és velősen elhatároztam, hogy indulok egy újabb mandátumért, mert annyira sok és egyben fontos tennivaló van még, hogy számomra ez egy olyan kihívás, amelyből én nem maradhatok ki. Dorin Flória függetlenként nemzeti liberális támogatással indul a helyhatósági választásokon. A Nemzeti Liberális Párt támogatni fogja a függetlenként való indulását, mert ezáltal betartjuk a párt fedhetetlenségre vonatkozó előírásait. Dorin Flória bejelentését követően az Országos Korrupció Ellenes Ügyészség közleményben jelezte, a polgármestert a DNA csúszópénz elfogadásával gyanúsítja és bűnvádi eljárást indított ellene. Az ügyben vádlottként szerepel a városvezető fia is, akit szintén csúszópénz elfogadásával és pénzmosásban való bűnrészességgel vádolnak. Mircea Muzgocsi üzletember ellen pedig megvesztegetés és pénzmosás a vád. A feltételezett bűncselekmények 2011-ben történtek a Segesvári út meghosszabbítási tervének kivitelezésekor. Marosvásárhely polgármesterének nem ez az első korrupciós ügye, az ACF futballklub közpénzből való finanszírozása miatt a DNA korábban már bűnvádi eljárást indított Dorin Flória ellen. A DNA egyébként bűnvádi eljárást indított Ciprián Dobré ellen is, Maros megye tanácsának elnökét csúszópénz elfogadásával, pénzmosással és hatalommal való visszaéléssel vádolják. A DNA ügyészei szerint Marosvásárhely önkormányzata 2006 és 2007 között 5 olyan határozatot bocsátott ki, amelyek egy bizonyos üzletember érdekeit szolgálták. Ciprián Dobré prefektusként ezeket nem ellenőrizte és támadta, miután az illető üzletembertől 120 ezer lejt kapott ezért. Ugyanakkor azzal is gyanúsítják, hogy a Pénélé Maros megyei szervezetének elnökeként, illetve prefektusként visszaélt hatalmával és kampánycélokra szerzett pénzt. Holnap fogadja a különleges restitúciós bizottság az Erdélyi Református Egyházkerület küldöttségét. Ezen a találkozón kell alátámasszák a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó kollégium visszaszolgáltatására vonatkozó kérést. Kolozsvári sajtótájékoztatón jelentette be az Erdélyi Református Egyházkerület, hogy újra elbírálják a Székely Mikó kollégium ügyét. A projesti támlabíróság 2014-es döntése ugyanis nem rendezte a Székely Mikó tulajdonjogát. Csak azt mondta ki, hogy szabálytalanul szolgáltatták vissza a kollégium épületeit. A Bukaresti Restitúciós Bizottság holnapra behívta az egyházkerületet, hogy erről a kérdésről ismételten adjunk tájékoztatást, tárgyalást. Ez azt jelenti, hogy az ügyet ismételten elővették, és úgy gondolják, hogy ezt valamiképpen rendezni kell, és ez számunkra rendkívül biztató, hogy legalábbis nem örökre lezárt ügyről beszélünk. Az egyház jogi képviselője szerint az is eredmény, ha a bizottság nem az ő javukra dönt, hisz azzal is megnyílik a pereskedés lehetősége. Eddig ugyanis a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága arra hivatkozott, hogy nem hozhatnak döntést az országban még lezáratlan perek esetében. A sajtótájékoztatón bemutatták a White Book című könyvet, amely részletesen ismerteti a kommunizmus idején államosított egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának helyzetét. Az angol nyelvű kötet összesítve tartalmazza a magyar történelmi egyházak adatait. Egész pontosan azt, hogy hány kérést adtunk le, hányat utasítottak el, hány esetben kaptunk kárpótlást, hány rendkívüli eset van folyamatban, és itt a rendkívüli eseteknél gondolok a Református Székely Mikó kollégiumra, a Batyáneumra, a Nagyváradi Püspöki Palotára.
A sajtóeseményen elhangzott a White Book célja, hogy rámutasson arra, hogyan alkalmazta a román állam a restitúciós törvényt, és milyen nehézségekbe ütközött az egyház az ingatlan visszaszolgáltatási perek során. Visszavonta Pénéli Mária Muntianu jelölését, miután éles közéleti vitát váltott ki, hogy a fasiszta irányultságú eszmékkel szimpatizáló egykori diákvezért nevesítették a bukaresti főpolgármesteri tisztségre. Muntianu előtt Ludovik Orbán volt a párt főpolgármester jelöltje, ő azonban korrupciós ügye miatt lépett vissza. A liberálisok ezúttal Katalin Prédoyut küldenék a versenybe. Élen jár a csatornahálózat és az ivóvízrendszer kiépítését illetően egy Maros megyei község. Kerelőszentpálon nemrégiben fejezték be a munkálatokat, így a lakosság 100%-a hozzáfér a vezetékes vízhez, 89%-a pedig a szennyvízhálózathoz is. A Kerelőszentpál községhez tartozó Magyar Dellőn vagyunk. A 180 lakosú faluban eddig nem volt vezetékes víz, most már kutak is vannak az utcán, és minden portára bevezették a vizet, innen már mindenki maga vezeti tovább. A három gyermekes Budai Tünde nagyon örül a fejlesztésnek. Eddig nem volt fürdőszoba, mert nem volt hogy, és kutba kevés a víz, salétromos például az ételbe is, máshonnan hozzuk a vizeket, főzni, mert sok a bacillus benne, és ennek lehet örülni, ennek a vízvezetéknek, mert megéri, mert gyerekek vannak, fürdeni kell. Ez pedig már a szennyvíztisztító állomás és a szivattyúház. A hálózat nem csak a község lakosságát szolgálja ki, hanem a közelben lévő gyárakat, cégeket is. A községhez 5 település tartozik, és 4233 a községünkben a lakosság. Minden úgy van kiszámolva, ugye a vízhálózat építése, mind a szenttisztító állomás kapacitása is úgy van kiszámolva, hogy erre még rájön egy 3000 munkahely. A beruházása tehát az ipar fejlődésének szempontjából is szükség volt. A 4 évig tartó munkálatok áfa nélküli összértéke 7.200.000 lei. Ez az egyik olyan nagy projektünk, amelyet úgy sikerült befejezni, hogy nem voltak csúszások, pénzbelirések és büntetések. A beruházás azért is egyedülálló, mert ezzel Kerelőszentpál község minden lakosa hozzáfér a vezetékes vízhez, a csatornahálózat lefedettsége pedig 89%-os. Az országos Statisztikai Intézet adatai szerint Románia lakosságának mindössze 47%-a fér hozzá ezekhez az alapvető szolgáltatásokhoz. Lezárult az RMDSZ jelölt állítási folyamata az önkormányzati választásokra. Az összesítésből kiderül, hogy összesen 9000 jelölt méretkezik meg a szövetség színeiben. Az RMDSZ-nek mintegy 300 polgármester jelöltje van, több mint 500 településen állít helyi tanácsosi listát. Megyei tanácsosi listával pedig a szövetség 15 Erdély megyében és Gorsban jelentkezik. Kovács Péter ügyvezető elnök a magyarság megrendült biztonságérzetének visszaállítását várja a júniusi választásoktól. Az önkormányzati választás az egyik legfontosabb mozzanat, hiszen az a testület, amelyik a legközelebb van az emberekhez, amely olyan döntéseket hoz, amely a leginkább érinti az embereknek a mindennapi életét, ott nem mindegy, hogy milyen képviselet áll ki az emberekért, vagy dolgozik az emberekért. Tehát, hogy az embereknek a biztonságát, a magyar közösségeknek a biztonságát úgy látjuk, hogy jelen pillanatban politikai szinten csak az RMDSZ képes megőrizni. Pénzmosás gyanújával vizsgálódik a legfelsőbb ügyészség Traian Băsescu ellen. A volt államelnök 2 ingatlan adásvételével keveredett korrupció gyanús ügybe, amelyet még 2000-ben Bukarest főpolgármestereként vásárolt meg. Az elnöki tisztséget 2014 őszéig betöltő politikust államfői mandátuma idején jelentették fel. Tavaly óta több ügyben is eljárást indítottak ellene, miután megszűnt a mentelmi joga. Băsescu hónapok óta lebegteti, hogy ismét megpályázza a bukaresti főpolgármesteri tisztséget. Arad volt a házigazdája a Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny idei országos szakaszának. A résztvevő irodalombarátok több mint 800 általános iskola 5-8 osztályos, valamint 117 liceum középiskolás diákjai közül kerültek ki. A minisztérium több mint 10 olyan versenyt támogat, amely kötődik vagy kapcsolódik az irodalomhoz, vagy a magyar nyelvhez,
Ezek közül a legfontosabb a Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny országos szakasza, mondta Király András tanügyi államtitkár az ünnepélyes megnyitón. Sok mindenbe alkudozhatunk és sok alkut köthetünk, azonban az anyanyelv és az anyanyelv kérdése nem lehet sohasem alkutárgya, és nekünk, akik oktatással, oktatás szervezéssel, oktatás politikával foglalkozunk, ugyanolyan fontos kell, hogy legyen, mint a pedagógusoknak. Az idei vetélkedőre 17 megye 144 diákja érkezett, hogy bizonyítsa kreativitását és tudását magyar nyelvből és irodalomból. 9-es vagyok, és a mi témánk a mitológia. Ez számomra egy nagyon tág téma, egy kicsit megfoghatatlan, mivel bő, és néha azt sem tudom, hogy honnan kezdjem, vagy hogy mi a közepe és hol a vége, de sikerült felkészülni. Az első tantárgyversenyt 45 évvel ezelőtt szervezték meg. Azóta ez a negyedik alkalom, hogy Arad látja vendégül. A Csíki Gergely Főgimnázium a verseny megszervezése mellett számos kísérőprogrammal készült. Mi itt egy Szorvány megyében élünk, tehát kihasználjuk ezt az alkalmat arra, hogy megmutassuk azt, hogy hogyan élünk, hogy tanítunk, és egyáltalán elvigyük ezeket a csoportokat azokra a helyekre, amiket meg kell néznie annak a diáknak vagy pedagógusnak, aki Aradra eljön. Az országos versenyről a legjobb diákok tovább jutnak az Apálcai Csere János Magyar Nyelv, Irodalom és Kultúra Nemzetközi Tantárgyversenyre. Új román tankönyvet hagyott jóvá az Oktatási Minisztérium a magyarul tanuló 4. osztályos diákok számára. A specifikus tankönyvet már idén ősztől használhatják. Ez az egyik román nyelv és irodalom tankönyv, amelyet a 4. osztályosok számára adtak ki. Csizmadi Csilla tanítónő szerint azonban az a gond ezekkel a könyvekkel, hogy bár új kiadások régi módi elvek alapján íródtak, így kevés olyan szöveget tartalmaznak, ami használható és ami leköti a gyerekeket. Akkor lenne jó egy tankönyv, hogyha a szövegek hozzáférhetőek lennének. Nem tartalmazna minden szöveg 20-30 idegen szót, hanem megmaradna egy olyan szinten, ahol nem veszne bele a gyerek és a szülő minden energiája abba, hogy memorizálja azt a 20-30 szót, aminek még ugye nagyon sok idő kell, amíg beépül. A Híradónknak nyilatkozó tanítónő azt mondja, bár a román nyelv oktatása során számos segédanyagot használ, magyar anyanyelvű diákokkal azonban így is nehéz. A most jóváhagyott tankönyvtől azt remélik, hogy segítségével a magyar gyerekek alaposabban elsajátíthatják a román nyelvet. A román szakos tanárok azonban szkeptikusak. Magyar anyanyelvű gyerekeknek román tankönyveink most is vannak. A kerettanterv változtatása jelentene óriási előrelépést. Az a fontos, hogy a román gyerekeket és a magyar gyerekeket megkülönböztessék, mert a magyar gyerekeknek ugye nem az anyanyelve a román, így sosem fog tudni ugyanazon a szinten bizonyítani, mint a román gyerek. Idén ősztől az új tankönyv mellett életbe lép a 4. osztályosokat is érintő új tanterv is, amelynek alapján a kisebbségi nyelveken tanuló diákok új módszertani követelményeknek megfelelően tanulják majd a román nyelvet. Az érintettek szerint azonban, amíg nem változnak a vizsga követelmények, nehéz lesz előrelépni ebben a kérdésben. Döntés született a Mogye ügyében. Nézzük a további kínálatot. Jogerős. Törvényes a román gyakorlati oktatás a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem magyar tagozatán. Nyeregben. Egyre népszerűbb a lovas sport és turizmus érmelléken. Gyalogos barát közösségi tér kialakításával adná vissza az embereknek a városközpontot Aros Orsolya, aki az RMDS színeiben pályázza meg Székelyudvarhely polgármesteri tisztségét. Meggyőződése, hogy Székelyudvarhely akkor lesz élhető, ha az autós forgalomtól tehermentesítik a központot. Azt tapasztalható, hogy jelenleg az emberek csak az ügyeik intézésére járnak a központba, aztán gyorsan távoznak is, pedig ez a város legszebb része, állítja Aros Orsolya.
A legszebb épületeink a városközpontban vannak. Ez az a városrész, amely tényleg egy hangulatos, egy igazi központ, és azt szeretném, hogy itt az emberek ne elszaladjanak innen, hanem itt valóban mindenki jól érezze magát. Ez csak akkor tud megvalósulni, hogyha lezárjuk a Városháza teret, mert a Városház előtti utcáról beszélek, egészen a református templom mögötti részt, és akkor itt elképzelem, hogy egy olyan jó hangulatú tér alakul ki, egy közösségi tér. Fontos megállapításokat tartalmaz az amerikai külügyminisztérium Romániáról szóló emberjogi jelentése, ezeknek azonban egyhamar nem lesz gyakorlati következménye, így vélekednek a sajtóprés meghívottai, akik szerint a romániai magyar közösségnek nem Amerikától kell várni a megoldást a kisebbségi jogsérelmekre. Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma a Romániára vonatkozó múlt héten közzétett emberjogi jelentésben a magyar közösséget ért jogfosztásokkal is részletesen foglalkozott, ez azonban csak a magyar nyelvű sajtóban kapott visszhangot, a román média csak a jelentés egyéb vonatkozásait emelte ki. A román sajtóban is publikáló Demény Péter szerint ez azért van így, mert még a mérsékelt román újságírók szerint sem éri a magyarokat semmiféle sérelem, ezért nem is optimista abban a tekintetben, hogy a külügyérek jelentését követően jelentős változás következik be. Akik itt élünk, azokkal megoldjuk, vagy megoldást találnunk a gondjainkra, tényleg hiába várjuk azt, hogy ilyen-olyan nagyhatalmak majd rettenetesen kétségbe esnek attól, hogy nekünk nincs államilag finanszírozott magyar egyetem. A sajtóprés meghívottai elismerték azonban azt, hogy a jelentésnek lesz nyomásgyakorló hatása, ami növeli a magyar érdekvédelem tárgyalási potenciáját. Hangsúlyozták ugyanakkor azt is, hogy ez nem feltétlenül jelent eredményességet is. A témával részletesen foglalkozik az este 8 órakor kezdődő Sajtóprés című műsorunk. Jogerős bírósági ítélet született a Marosvásárhelyi Orvos és Gyógyszerészeti Egyetem 2011 óta húzódó ügyében. A döntés értelmében törvényes a román gyakorlati oktatása magyar tagozaton. Dr. Kincses Előd, a Romániai Magyar Orvos és Gyógyszerész Képzésért Egyesület és a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség jogi képviselője 2013-ban kezdeményezett pert a Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hatóság az Aracsisz kitételeinek megsemmisítése céljából. A jelenlegi bírósági ítélet szerint törvényes, hogy a magyar tagozaton tanuló hallgatók számára is román nyelvű legyen a gyakorlati oktatás. Kincses Előd ezt felháborítónak tartja. Semmi esetre sem lehet elfogadni, természetesen megyünk tovább az Európai Emberjogi Bírósághoz. Remélem, hogy a Magyar Diákszövetség és az ERMOGYKE közti újabb nézeteltérése nem fogja megakadályozni azt az összefogást, amelyik ezt a pert jellemezte, mert ezt közösen indítottuk be. Az érintettek szerint a 2011-es tanügyi törvény értelmében biztosítani kellene a magyar gyakorlati oktatást. Szilágyi Tibor, aki a MOGYE rektor helyettese volt a konfliktus kezdetén, híradónknak elmondta, bár a bírósági ítélet negatívan befolyásolja harcukat, nem adják fel. A magyar tagozat önállósodását ez semmilyen módon nem vonja kétségbe, tehát a mi küzdelmünk az töretlenül ugyanúgy fog folyni. Most kétségtelen, hogy minden elveszített per, amikor a mi fő érvrendszerünk az, hogy a tanügyi törvény betartását követeljük, az hátrányosan érint, mert ez egy plusz adó a román vezetőség kezébe, tehát még könnyebben seprik le az asztalról a kéréseinket. Az Aracsisz annyit mond ki, hogy az oktatás keretén belül a klinikai gyakorlat csak román nyelven történhet, a szenátus román kétharmada azonban ezt kiterjesztette. Szerintük minden, ami az elméleti oktatáson kívül van, kizárólag az ország hivatalos nyelvén történhet. Májusban indul a 2016-os roncsautó program, jelentette be Krisztián Apáska Pálmér. A környezetvédelmi miniszter szerint idén ennek új komponense is van, hiszen jelentős összegeket szánnak az elektromos autók megvásárlásának támogatására. Az idei roncsautó program meghirdetése szemléletváltást is jelez, jelentette ki a környezetvédelmi tárca vezetője. A cél, hogy egyre több olyan autó közlekedjen az utakon, amelyek egyáltalán nem szennyezik a környezetet. Rabla plusz. Roncsautó plusz. Ez a program megnevezése is két részből áll. A klasszikus, jól ismert roncsautó program, amelynek keretében az állampolgárok támogatást kapnak egy új autó megvásárlására, ha a régit bontóba adják. A másik a program új kiterjesztése, a plusz rész, amellyel elektromos autók megvásárlását támogatjuk, anélkül, hogy egy régi járműnek a forgalomból való kivonásához kötnénk.
A program idén 220 millió lejből gazdálkodik, ebből 75 milliót szánnak az elektromos és hibrid autók vásárlásának a támogatására. A bontóba küldött járműért 6500 lejes értékjegy jár, a hibrid autók megvásárlását 5000, a teljes egészében elektromos autók vásárlását 20000 lejjel támogatja az állam, régi jármű leadásának kötelezettsége nélkül. A minisztérium becslése szerint a program révén idén mintegy 20000 járművet cserélnek le. Egyre népszerűbb az érmelléki lovas iskola. Az alapító Rákóczi család azt szeretné, ha a lovas turizmus fellendülne a vidéken. Ez az mélyen a sarok, zár. Úgy. Ádám Andrea lovasedző, a 13 éves Márkot tanítja lovagolni az Érköbölkuti lovardában. A lovas iskolát tavaly nyitották meg, hogy a lovasportot megszerettessék az emberekkel. Nem értették az emberek, hogy miért kell lovagolni, tanulni. Miért fontos az, hogy itt a lovardában, ugye zárt térben, helyesen üljek, nyomjam le a sarkam, egyenesen tartsam magam, ezt nem értették, hogy ez miért olyan fontos. Tavaly első alkalommal két tábort is kellett szervezniük, olyan sokan jelentkeztek. Idén három táborra is van már jelentkező. Számomra a legnehezebb az volt, amikor az elején nem tudtam, hogy kell menni a lóval, és akkor nem arra ment meg, nem azt csinálta, amit én akartam, meg a vágta, ami most is elég nehéz. A lovardát alapító Érköbölkúti Rákóczi család szerint a lovas kultúra a magyar kultúra szerves része, mely azonban a kommunizmus idején teljesen eltűnt. Most arra törekszenek, hogy visszahozzák a köztudatba. Állandóan fejlesztjük, föltálunk olyan dolgokat, amit csak lóháton vagy lovakkal lehet föltálni, és egy olyan fiatal bázist építünk ki, akire majd a későbbiekben lovassport bizonyára számíthat. Terveik között szerepel az érmelléki lovasturizmus beindítása, első körben egy a környéken átfogó túra megszervezése. Terep duatlon lesz Marosvásárhelyen. Sporthíreink következnek. Második helyen zárt az alapszakaszt a marosvásárhelyi Citiász teremlabdarúgó csapata. A továbbiakban a bajnoki címért 8 csapat küzd, és meglepetésre Székelyudvarhely nincs a legjobbak között. Döntetlennel zárult a marosvásárhelyi Citiász informatika Temesvár összecsapás, amelyen kétszer is vezetett a címvédő, de Temesvárnak mindkétszer sikerült egyenlítenie. Igaz, a 2-2-es egyenlítő találatot 9 másodperccel a vége előtt sikerült belőni. A marosvásárhelyiek edzője elégedett volt. Nem vagyok csalódott az eredmény miatt, mert egy kiegyensúlyozott meccs volt a bajnokság legerősebb csapataival. Látványos volt, és a fiúk harcoltak, felnőttek az ellenfélhez, akiről a bajnokság elején azt mondták, hogy senki nem tudja megszorítani. Mi megmutattuk, hogy igenis képesek vagyunk rá. A rájátszásban a temesváriak listavezetőként a 8. helyen végző Jászvásárral csapnak össze. A marosvásárhelyi Citiász a Dunareák Kölarás csapatával, Déva Kézdivásárhellyel, a Galaci United pedig a Sepsiszentgyörgyi Sepsi Futszál együttesével mérkőzik meg. A házigazda Horvátországgal mérkőzik a romániai jégkorong válogatott a Zágrábi Divízió 1B jelű felnőtt jégkorong világbajnokságon. A Geréb István és Nélu Alexi edzők által irányított együttes korábban Litvániától 5-1-es vereséget szenvedett, Ukrajnától pedig 6-1-re kaptak ki. A marosvásárhelyi kultúrpalotában került sor a terepduatlon Európa-bajnokság hivatalos megnyitójára. Az eseményen 24 ország több száz sportolója áll rajthoz. Ünnepélyes keretek között tartott hivatalos sajtótájékoztatót a terepduatlon Európa-bajnokság szervező csapata. A két nap múlva hivatalosan is elrajtoló verseny előkészületei már az utolsó szakaszban vannak. Remélem, hogy péntek estére minden a helyén lesz, és szombaton reggel már tudjuk is adni az első startot. Hónap már kezdődnek a különböző a rendezvényel kapcsolatos események, hivatalos pályabejárások, hivatalos edzések, a technikai gyűlések az elit sportolóknak, az amatőröknek, úgyhogy már szép lassan 100%-os gőzzel nyomulunk előre. A Nemzetközi Szövetség megfigyelője szerint Marosvásárhely remek helyszín. A terepduatlon egy viszonylag új sportnak számít, ez a második alkalom, hogy Európa-bajnokságot rendezünk.
Hozzátette, tavaly még csak 6-7 ország sportolói álltak rajthoz, most viszont 24 ország több száz versenyzője lesz jelen. A profi nők versenyére szombaton délután, a profi férfiak megmérettetésére pedig vasárnap délben kerül sor. Helyszín a marosvásárhelyi Somostető. Ez volt a híradó, most pedig mutatjuk a csütörtöki időjárás részleteit. Munkatársaim nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!